Számos rendezvényről kellett lemondani a koronavírus járvány miatt, ennek ellenére a háttérben komoly munka folyt. Értékelte az elmúlt egy esztendőt Fülöp Mónika, a német önkormányzat elnöke. Lefordítottuk Laszlovszky Imre bácsi könyvét, ami a mőzsiki telepítésről szólt. Tervezzük, hogy ezt ki is adjuk könyv formájában. Aztán a város önkormányzatával kötöttünk egy megállapodást. Átadta használatra az önkormányzat a Mözsön a Szent István utcában álló volt iskola napközit. Ebből mi egy német alkotóházat szeretnénk létrehozni. Pályáztunk is, 1 millió forintot már nyertünk az átépítésére, felújítására, illetve egy pályázatnak az eredményére várunk, ahol 10 millió forintot szeretnénk kapni, és így akkor el tudjuk kezdeni az épületnek a felújítását, ami egy újabb lépést jelent majd az önkormányzat életében. Egy olyan alkotóházunk lesz, ahol üléseket tudunk tartani, és a németségnek lesz egy találkozó helye. A házat majd otthont a német kluboknak és a város egyéb civil szervezetei is használói lehetnek az épületnek. Az utánpótlás nevelésnek szeretnénk első körben helyet adni, tánctanítást szeretnénk elkezdeni, tánccsoportot szeretnénk létrehozni, illetve egy énekkart is, amit az előző közmeghallgatáson is már elmondtunk. Szeretnénk egy ifjúsági énekkart itt Tolnán, és ott szeretnénk annak is helyet adni. Az önkormányzat 600 ezer forint értékben 7 elsősorban az oktatási intézményekben működő civil szervezetnek nyújtott támogatást szakmai munkájukhoz. Meg tudtuk rendezni a Blickpunkt kiállítást, ami nagy érdeklődésre tartott számon. A jövő esztendőről szólva Fülöp Mónika azt mondta, szeretnék a Schwabbát mindenképpen megrendezni és folytatni a megkezdett projekteket, de minden kétséget kizáróan a legtöbb energiát az alkotóház megépítésére kell majd fordítani.